Üdvözlök mindenkit, ha péntek, akkor videóelemzés. Zajlik az EU csúcs Brüsszelben, az elmúlt hetek egy újabb háborús konfliktus kirobbanásától voltak hangosak. Terrortámadás volt Izraelben, de ezt követően Nyugat-Európában is több terrortámadás volt, muzulmánok ezrei, tízezrei, bizonyos esetben százezrei vonultak az utcára, tiltakoztak, ünnepelték azt a vérengzést, melynek során ezernél is több ártatlan civilt mészároltak le Izraelben. És hát úgy tűnik, hogy Magyarországnak igaza lett, tehát amit 2015-ben Magyarország mondott az illegális bevándorlás kapcsán, hogy az növeli a terrorizmust, növeli a bűncselekmények számának az elkövetését, növeli az antiszemitizmust Európában. Ezek az állítások, ezek a vélekedések, meglátások beigazolódtak, tehát Orbán Viktornak, a magyar kormánynak és a magyar emberek többségének egyértelműen igaza lett, és hát Nyugat-Európa és a nyugati világ most ennek vissza a levét, hogy akkor nem hallgattak Magyarországra. És ezt járom körbe, megnézem, hogy milyen események történtek az elmúlt hetekben, milyen következtetéseket lehet levonni mindebből, és mit kell csinálni Magyarországnak és Európának annak érdekében, hogy ezen változtasson. Köszönöm a figyelmet, kezdjük! Talán az az kiinduló pont, hogy október elején a Hamász nevű terrorszervezet megtámadta Izraelt, több ezer rakétát lőttek ki a zsidó államra, több száz embert elraboltak, nőket erőszakoltak meg, és ezernél is több embert elképesztő brutalitással kivégeztek, lemészároltak, meggyilkoltak ugye ezek a terroristák. És hát ugye a világot sokkolták azok a képsorok, amelyek Izraelből érkeztek. A terroristák tényleg elképesztő brutalitással végeztek, rengeteg civillel, ártatlan civileket végeztek ki a nyílt utcán. És hát ugye talán nekünk, európaiaknak az volt talán a legmegdöbbentőbb az elmúlt hetekben, hogy nyugati nagyvárosokban muzulmán bevándorlók tömegesen kezdték el ünnepelni ezt a mészárlást, ezt a terrortámadást. Berlintől kezdve Kopenhágán és Londonon át egészen Washingtonig imádkozó muszlimok tömegei lepték el az ikonikus köztereket, tehát a Brandenburgi kaputól kezdve gyakorlatilag minden egyes ikonikus nyugati nagyvárosnak a pontján elképesztően felduló képsorok érkeztek, és gyakorlatilag azt lehetett látni, mint hogyha nem is, nem tudom, Nyugat-Európában vagy Egyesült Államokban lennénk, hanem mondjuk Teheránban, Kairóban vagy valamelyik muszlim országnak a városában. Ebben a feszült helyzetben, október 16-án volt egy iszlamista terrortámadás Brüsszelben. Erre még szám mindenki emlékszik, hogy svéd futballszurkolók ellen követték el ezt a merényletet az iszlám államnak az egyik tagja, és ez a merénylő, mint kiderült, tunéziai származású volt, 45 éves volt, és három svéd szurkolót lőtt meg, akik közül ketten meg is haltak. És ugye az áldozatok a Királyi Stadionba tartottak, hogy megtekintsék a Svédország Belgium Európa bajnoki selejtezőt, és hát sajnos nem értek el odáig, hiszen ez a terrorista, ez a muzulmán iszlamista terrorista meggyilkolta őket a nyílt utcán Brüsszelben. És a terrortámadást követően a terrorveszély fokát Belgiumban 4-es szintre emelték, ez a legmagasabb szint. És ugye egy nappal a brüsszeli merénylet előtt, mint kiderült később, volt egy terrortámadás, egy másik terrortámadás is Európában, azonban azt eltitkolták, tehát Nagy-Britanniában történt az eset, egy 2020-ban Marokkóból érkező migráns szúrt le egy 70 éves férfit, és én kiderült, hogy az elkövető a Gázára mért izraeli válaszcsapások miatt akart bosszút állni, és ugye a brit rendőrség azzal indokolta a terrorcselekménynek az eltitkolását, hogy nem akartak ötletet adni más potenciális elkövető számára. Mert Franciaországban is történt egy cselekmény, ott egy gimnáziumban egy iszlamista késes támadás volt, amely után szintén
a legmagasabb szintű terrorkészültséget vezették be. Tehát összességében elmondható, hogy a nagyobb nyugat-európai városokban és országokban fokozott készültség van, rengeteg terrortámadás van, rengeteg olyan esemény történt, amely megrázta az egész európai kontinenst. És ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a terrortámadások mellett az antiszemita bűncselekmények száma is jelentősen megemelkedett. A helyzet talán Franciaországban a legsúlyosabb, ahol a zsidó iskolákat és a zsinagógákat rendőri jelenléttel kell védeni, és az országban csak az Izraelt ért támadás, vagy terrortámadás után az első hétben 100 antiszemita cselekményt hegyeztek fel. A legtöbb esetben horogkeresztet festettek fel, de a halált a zsidókra feliratok is megjelentek szerte Franciaországban, és az Izrael elleni intifádákra való felhívásokat ábrázoló graffitik is megjelentek szerte Franciaországban, de néhány incidensnél olyanokat is letartóztattak, akik iskolákba vagy zsinagógákba próbáltak meg késbe vinni azért, hogy ott végül valamilyen merényletet, késes támadást kövessenek el. Tehát egyúttal azt is lehet látni, hogy más nyugat-európai országokban is rendszeresek lettek most már az antiszemita támadások. Így például Dániában ki sem nyitottak a zsidó iskolák, és őröket kellett mindenhol vezényelni, hiszen őket is rengeteg fenyegetés érte az elmúlt időszakban. Ilyenkor jön az ember agyába, emlékezetébe az, hogy Magyarország erre felhívta a figyelmet, tehát 2015-ben a migrációs válság kitörésekor Orbán Viktor ezekre a veszélyekre egyértelműen felhívta a figyelmet. A magyar kormány már akkor világossá tette, hogy azért utasítja el az illegális bevándorlást, mert többek között egyértelmű összefüggés áll az illegális bevándorlás és a terrorfenyegetettség növekedése között, hiszen emellett azt is látjuk, hogy nő a különféle bűnelkövetéseknek a száma, erőszakos cselekményeknek a száma, és nő az antiszemitizmus, valamint veszélybe kerül a zsidó-keresztény kultúra is Európában. És úgy tűnik, és azt látjuk, annak vagyunk a tanúi, hogy az elmúlt időszak eseményei alapján egyértelműen és teljessége kijelenthető, hogy Magyarországnak az illegális bevándorlás kérdésében is igaza volt. Azok a várakozások, azok a veszélyre való felhívások, amelyeket Magyarország és Orbán Viktor is nemzetközi szintéren 2015-ben megfogalmazott, azok most teljes mértékben beigazolódtak, és egyértelművé vált, hogy Magyarországnak bizony-bizony igaza volt ezekben a kérdésekben. És az európai parlamenti választás közelettével ezt nagyon érdekes megfigyelni, hogy hirtelen több korábban erőteljesen bevándorlási politikus is elkezdte azt kommunikálni, hogy Magyarország kormánya már 2015 óta is ugye igazat mondott, és igaza van, hiszen Ursula von der Leyen például, aki az Európai Bizottság elnöke, a brüsszeli terrortámadást követően kijelentette, hogy szerinte, idézem, az európaiaknak kell meghatározniuk, hogy ki és milyen körülmények között jöhet az EU-ba. Köszönjük szépen, 2015-ben ugyanezt mondta Magyarország, tehát az illegális tömeges bevándorlás nem engedélyezhető. Európának, a nemzetállamoknak kell döntenie abban, hogy ki jöhet be és milyen módon, tehát az illegális bevándorlást igenis meg kell akadályozni. Érdekes módon most ennyi idő elteltével Ursula von der Leyen is hasonlókat kezdett el hangsúlyozni. De itt van például Olaf Scholz, aki hasonlóan kritikus lett hirtelen a bevándorlással szemben, ugye egy baloldali német kancellár, aki most arról beszélt, hogy nagy számban kell kitoloncolniuk azokat, akiknek nincsen joguk Németországban maradni. Jó reggelt, eddig mit csináltak eddig? Miért nem toloncolták ki azokat, akik illegálisan tartózkodnak Németországban? Hát a kedvenc országunk, ugye Svédország, ahol a terrortámadásokat követően lépett a kormány, és megnyírbálták a bevándorlóknak a juttatásait. Erről is beszéltünk 2015 óta, gyakorlatilag mindig
Csak a juttatásokért, a jóléti juttatásokért érkeznek ezek a bevándorlók Európába, nem akarnak beilleszkedni, párhuzamos társadalmakat hoznak létre, ezt követően nő a bűncselekmények száma, a terrortámadások száma, és romlik az életszínvonala ezekben az országban. Most Svédországban, még egyszer mondom, a saját bőrükön tapasztalják azt meg, hogy Magyarországnak bizony-bizony igaza volt ebben a kérdésben. Fontos hangsúlyozni, hogy én most idéztem Ursula von der Leyent, Olaf Scholzot, és mondtam a svéd példát is. Fontos hangsúlyozni, hogy ez szintiszta kampányfogás, ugyanis Brüsszelből rendre meghívó leveleket küldenek az illegális bevándorlóknak, és továbbra is erőltetik a migránsgettók létrehozását és a bevándorlók kötelező jellegű szétosztását, amely elképzeléseknek a tagállamok többsége politikai szinten nem áll ellent. Tehát amikor például Brüsszelben szavazni kell ezekről a kérdésekről, akkor azt látjuk, hogy általában Magyarország egy-két más országgal kiegészülve próbálja ellenezni, akadályozni ezeket a bevándorláspárti lépéseket, a migránsgettók létrehozását, de úgy tűnik, hogy az országoknak a többsége nem csatlakozik Magyarországhoz ezeknél az uniós döntéseknél, tehát lehet szépeket mondani, hogy ki kell utasítani a bevándorlókat, meg hogy nekünk kell eldönteni, hogy kivel éljünk együtt, stb. Stb. De amikor politikai cselekvés szintjén kellene megnyilvánulni, és például egy brüsszeli szavazás során kellene Magyarország mellé állni, akkor ezek a szereplők hallgatnak, és nem nagyon mutatják azt, amit ugye szavak szintjén megfogalmaznak. Még egyszer mondom, egy szintiszta kampányfogás. És ebből adódóan az uniós csúcs találkozó során továbbra is éles vitákra kell számítani, amelyek során meg kell akadályozni az ilyen jellegű brüsszeli törekvéseket. És hát ebben a küzdelemben most ugye új szövetségest nyert magának Magyarország, ugyanis a jelenlegi zajló uniós csúcson már például az a Robert Fico képviseli Szlovákiát, aki a háború mellett az illegális bevándorlás ügyében is azonos álláspontot képvisel, mint Magyarország. Tehát nem vagyunk egyedül, vannak partnerek, akikkel együtt lehet működni ezekben a fontos kérdésekben. Azonban sajnos a brüsszeli döntéshozó bürokraták és velük kiegészülve a legtöbb nyugati ország továbbra is egy erőteljesen bevándorlás támogató álláspontot képvisel, ami oda vezet, amit látunk most, és a még súlyosabb helyzet lesz, tehát akik most ünneplik a terrortámadást, azok bizony előbb-utóbb el is követik azokat a cselekményeket, tehát egészen borús, negatív jövőkép áll Európa előtt, és ez is van nagy jelentőség, hogy Orbán Viktor beszélt erről most Brüsszelből reggel a Kossuth Rádiónak, hogy indul egy újabb nemzeti konzultáció, és hát még ugye nem tudjuk a kérdéseket, de vélhetően ezek az ügyek, ezek a nagyon fontos témák, amelyek Európa és Magyarország sorsát is elképesztő hosszú időre meghatározzák, ezek is ott lesznek majd a kérdés soron, tehát mindenki bízhatok már most arra, hogy amikor elindul a nemzeti konzultáció, vegyen részt rajta, töltse ki, hiszen Brüsszelben ezeknél a vitáknál sokkal erőteljesebben lehet képviselni a magyar álláspontot, hogyha van egy ilyen típusú politikai legitimáció, egy ilyen politikai felhatalmazás. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Szokás szerint ennek a videóelemzésnek is felkerül a szöveges összefoglalója a 21. század intézetnek a honlapjára. YouTube-on is fent van ez a felvétel, tehát vissza lehet nézni, vissza lehet ezt tekerni, tehát aki lemaradt az élő közvetítésről, az visszanézheti a teljes egészet. Köszönöm szépen a figyelmet, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek!